Jó reggelt kívánunk! Gondoltuk, bejelentkezünk egy kis reggeli életképpel. Hát ők a négyes ikrek, úgymond. Igen, hárman már játszanak, és van egy kis zsebi babám. Aki most fázik, és ide bebújt hozzá. Most nem tudom a kis arcát megmutatni. Hát mire jó egy bevásárló kosár? Ugye a kis vörös fiú cicánk a buksi, a szürke cicánk a maszatfalat, és Foltoska, aki az anyukájából minden szint összeszedett. Ő pedig ugye picurka. Hát, őt legyőzték a nagyok, mikor szoptak, és egy picit visszamaradt a fejlődésbe, de úgy néz ki, hogy sikerül feltáplálnunk. És ők most nagyban játszanak. Hancúroznak. Reggeltől estig el lehetne őket nézni. Ez az ő kis rezidenciájuk, amit kialakítottunk. Nem volt könnyű feladatunk, mert ugye az apa cica is itt él velünk, és egy kicsit el kellett őket különíteni. Úgyhogy most egyik fiam szobáját úgymond kibéreltük. És hogy mire jó egy madáretető, kreatívnak kell lenni, mikor az ember kis cicákat nevel, mert rengeteg játék lefoglalja őket. Persze gyúrás van, meg edzés, ott a kis toalettjük, ugye oda van téve a fa picikének is, hogy könnyen ki tudjon jönni és menni. Ez pedig az ő kis alvó ládikójuk, ide szoktak bebújni, ha nagyon fáznak, bár már a cica kiviszi őket nyílt terepre, is van neki kitéve, ugye, melegedő. Hát persze, terülj, asztalkám. Uff, ugye itt a mamának a tápláléka, meg a kicsiknek. Először tányira raktam, de aztán rájöttem, hogy befogok nekik egy kis vágódeszkát, és erről sokkal könnyebben tudnak enni, és ugye itt a jó kis tápszeres tejcsikéjük. Behoztam nekik ide világítani a sólámpát, én is könnyebben tudok este tájékozódni, mert ugye nagyon kell vigyázni, az ember bejön a cicákra, akkor rá ne lépjen. Úgyhogy hát keleti kényelem, nyugati nyugalom. Szia, Foltoskám! Szia, jöttél melegedni? Szia! Jaj! Cárpusz! Jól van! Gyere már, mutassuk meg azt a szép pofidat! Igen! Még éhes maradtál? Ő egy kicsi lustaság, mert ahogy a kicsit a cumis üvegből táplálom, ő is kikunyerálja magának, és lusta lefetyelni, de már tegnap azért sikerült egy kis húsit a kezemből adni. Igen, gyönyörű vagy te is, igen. Gyönyörű vagy. Ó, ott a tesót szeret téged, látod? De te meg, ó, hát igen, ezt most nem tudom megfordítani, de már a nyakamban van. A két nagy őket semmi nem érdekli, telerakják önállóan a pocakjukat, és megérkezett a mami. Az én drága hercegnőm, aki nagyon jól viseli a dolgokat, bár eléggé feszült és ideges karbantartani négy kis cicát, úgyhogy közben valahol az apa is kint van, persze most elzárva. A fürdőszobában az ablakba leskelődik, mindjárt kimegyünk és megnézzük, hogy mit csinál a papa. Jól van. Hát te meg persze, kunyerál, mert lusta oda menni enni. Igaz? Menjél szépen. Szaglázd meg, te tej föl, úgy egy picit az orrukat néha oda kell tenni, nyalakodjanak. Igaz? Maci hercegnő. Jól van. Jól van. Ők meg aztán megállás nélkül megy a handa-banda buli. Gyertek. Kis maszatos, hiába mosom meg az arcát, 2 perc múlva eszik rögtön maszatos. Mármint buksi, mert hogy nem az maszatos, aki maszatfalat nevet kapta, hanem a buksi állandóan eszik, és ugye a szürke cica, az pedig lánycica. Imádom őket. Betyárok. És nagyon gyorsan nőnek. És ma volt az első, hogy az éjszakát végig aludták. Ez azt jelenti, hogy én is aludtam az éjszaka 5 hete először. Úgyhogy nagy felelősség kis cicákat vállalni, azoknak mondom, akik még előtte állnak,
igenis gondoskodást és törődést, figyelmet igényelnek, ugyanúgy, mint a gyerekek. És, hogy mutassam meg, hogy lefetyeli a tejfölt. Ez eredmény, mert eddig csak a cumis üveg kellett. Kis foltoskám. És nagyon tudnak darombolni. Ügyes vagy. Nagyon szeretlek téged is. És ott az én kis picurkám. Igen. Hoppá, bocsánat. Jól van, nem világítok sokáig a szemedbe, szeretlek téged is, igen. Gyere, gyere, Tanya. Igen, gyere. Jól van, szemedbe világít ez a fránya, mert amúgy most sötét lenne. Betyárok. Na, beszorult. Ott van ez a maszat falat, kis pucsítós. És most gyorsan kimegyünk, megnézzük, hogy hol vannak a... Ja, ez a kaparófánk, ezt nemrég csináltuk, persze minden játszik majd még rajta, nincsen készen. De ugye előszeretettel futkosnak majd a nagyok. És most visszamegy az anyuci, és kihasználjuk az alkalmat. Most tőlük elköszönünk. Igen, na ezt még hagyd mutassam meg. Ezt még hagyd mutassam meg. Igen, szereted. Jól van. Gyorsan kimegyünk, hogy ne húzzon az